Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogyan tudtok kattintható lebegő szöveget csinálni. Pontosabban az egyik módszert, ezt rengetegféleképpen meg lehet csinálni. Egyébként az az alapja, az a lényege, hogy van mindig valamilyen entitás, vagy valamilyen mob, és igazából azzal lépsz interakcióba. Hú, de szépen mondtam. Ez lehet például egy armor stand, mondjuk aminél van valamilyen tárgy, és azt veszed el tőle. Például ezt a módszert használtam a utazás a raktár túlvégébe című pályán. Lehet az mondjuk egy láthatatlan tején, akit megfejsz, és akkor ugye ez aktiválja a menüpontot, lehet az akár egy láthatatlan birka, akit ollóval megnyírsz, tehát többféle módszer is van. Én most azt a módszert mutatom meg, hogy van egy láthatatlan mob, és azt name taggel átnevezzük. Én most teknőseket használtam, meg is tudom mutatni, mert így látszanak ebben a nézőmódban, ott van két teknős, azért, mert ezeknek a hitboxa hasonlít a szövegre. Tehát ilyen laposak, meg hosszúkásak, úgyhogy ezek hasonlítanak a legjobban egy szövegnek az alakjára. És van a kezemben egy name tag, most így a bal kezében van a karakternek, nem számít, így is lehet használni. Tehát így például tökéletesen lehet rejteni a tárgyat. Mert ugye ugyanúgy látszik a kezem jobb oldalt, de mégis nálam van a tárgy, és mégis tudom használni. Egyébként lehetne a jobb kezemben is természetesen, akkor arra kell odafigyelni, hogyha esetleg a játékos így váltogatja lent ott tehát a hotbáron, hogy melyik tárgy van a kezében, akkor a rendszer mindig odarakja a name taget, hogy bemikor lehessen kattintani. Nyilván kényelmesebb, hogyha a bal kezébe rakjuk a játékosnak, mert akkor tök mindegy, hogy hová vált, az ugye mindig ott van. Ettől függetlenül ugye azért figyelni kell arra, hogy kiveheti a kezében, most megnyom az F-et, látjátok, visszarakja azonnal, tehát hogy itt meg ennél erre kell odafigyelni, de meg fog mutatni a kódban egyébként. Na hát egyébként, ahogy mondtam, ugye úgy működik, akit átnevezek, az a menüpont fog aktiválódni, és rákattintok a felsőre, átnevezem a teknőst, ezt érzékeli a rendszer, és akkor történik valami, hát itt most csak a példa kedvéért kiírja, hogy kiválasztottad az első menüpontot, az alsónál pedig a második jelenik meg. Nyilván itt mondjuk kiírna infót, vagy elindítana a pályát, vagy mit tudom én, bármi. Úgy igazából ennyi. Tehát, hogy így nyomogathatom itt egész nap. De inkább megmutatom a kódot. Nem fogom felrakni a datapacket, ez csak pár parancs tényleg, viszont a parancsokat azért fel fogom tölteni, azokhoz rakok egy elérhetőséget, egy linket. Úgyhogy, hogy ne kelljen legépen így a videó alapján át lehessen másolni, gyorsabban föl lehessen használni, a leírásban találtok linket. Na, nézzük a kódot. Itt is van a gyönyörűség, itt bal oldalt látjátok a file szerkezetet, itt vannak a functionok, itt ez a rész. Hogy is menjünk, kezdjük mondjuk a menüpontok megidézésével, azokat ebbe a új menüpontok MC function file-ba raktam. Az elején van egy kill, ez annyi, hogy ugye ledarálja, ami le van rakva. Tehát, hogy így, ez így újra rakja. Tulajdonképpen ez a function arról szól, hogy újra rakja menüpontokat. Na, megidézünk egy teknőst, megvan adva ugye, hogy hova. A tagek ugye fontosak. Van egy ilyen, hogy menü. Ez minden egyes, hogy is mondjam, menüvel kapcsolatos entitásra rákerül. Tehát rajta van a teknősökön, meg az armor standen is. De ugyanakkor mindegyiknek van egy egyedi is. Ez a menü hitbox egyet kapta. Ez a felső egyébként. Fontos, hogy no AI, tehát hogy nem mozogjon el, meg ott egy helyben lebegjen a levegőben, illetve silent, hogy itt nem nyikorogjon, vagy nem tudom milyen hangot ad ki a teknős. Ja, és igen, tehát természetesen, hogy láthatatlan legyen, egy active effects beállítás van rajta. Ez a láthatatlanságnak a kódja tulajdonképpen. Hát nem tudom, érdemes-e belemenni, van ennek egy azonosítója, megvan adva, hogy ne látszódjanak az effektek, hogy nagyon sokáig tartson, stb. Ez már nagyon régóta így van a Minecraftban, úgyhogy nem megyek bele ennél részletesebben. Tehát megidézzünk egy teknőst, egy láthatatlan, csöndben maradó, lebegő teknőst. Aztán a következő a hozzátartozó kiírásnak a megidézése. Most ugye a teknőst is át lehetne végül is nevezni, de akkor viszont ugye fölötte lebegne a kiírás. És akkor hiába kattintanék a szövegre, hiába kattintanék a teknős nevére, nem ott van neki a hitboxa. Tehát ugye a teknősre kell rá kattintani. Ezért van egy teknős, amire rá lehet kattintani, meg egy armor stand, amin pedig a kiírás van. Szóval, ahol van ez a menü hitbox egy, ahol a teknős van, ez az ettel ugye lehet hivatkozni a helyére, oda idézünk meg egy armor standet. Tehát itt van az igazítás, hogy hozzá képest egy kicsit még lejjebb is kell tolni.
Tegek ugye úgy rajta van a menü, neki is van egy egyedi tag, amivel rá lehet hivatkozni, bár igazából most ebben a kódban nem használtam sehol. És akkor ugye fontos, hogy marker, tehát hogy ne legyen hitboxa, illetve lebegjen, láthatatlan legyen, és ugye a kiírás. A custom name-nek a beállítása, meg ugye fontos, hogy a custom name visible is be legyen kapcsolva, hogy mindig látszódjon a neve. Így ennyi, ebből a kettő entitásból áll egy menüpont, és akkor alatta pedig a másik menüpont. Hát így értelmszerűen pár dologban tér el, egyébként nagyon hasonló a két kód. Jó. Aztán van itt egy hivatkozás az új cetlire, ez a játékosnak adja a name taget, csak így neveztem ezt a functiont. Megnézzük az új cetlit, ebben elveszi a játékostól, és aztán a bal kezébe rakja. Ez ugye a replace itemmel lehet megmondani, hogy melyik slotba rakja a tárgyat. És akkor a weapon.offhand a bal kéz, ami még fontos, hogy a name tag át legyen nevezve ponttá. Lehet bármi más, én a pontot választottam, mert ezt fogjuk tesztelni majd, hogy ponttá lett elnevezve a teknős. Jó, azért fontos, hogy elvegyük előtte, mert ez a function fut le akkor is, amikor átrakom a másik kezembe. Tehát, hogyha jobb kézbe veszem a tárgyat, akkor vegye el, nem kell oda, és aztán rakja a bal kézbe. Jó, tehát ez az új menüpontok, ezt ugye hát elég egyszer lefuttatni, amikor lerakjuk, hogyha módosítunk valamit, akkor ugye újra le kell futtatni. Mondjuk itt rájövök, hogy jobb, elírtam valamit, akkor módosítom, aztán újra lefuttatom. Úgyhogy ennek nem kell folyamatosan futnia, természetesen. Jó, tehát így összeállítottuk a menüt, akkor már csak a működése van. Ez a tickben van benne. Itt az elején a name taggel kapcsolatos részek vannak. Az első kód az azt jelenti, hogy ha kidobom esetleg a tárgyat, akkor törölje ki. Tehát itt tesztelem azt, hogy az az entitás, ami tárgy, és egyébként az NBT-je. Jaj, egyszerűen jól áthúztam. Tehát az NBT-je az az, hogy egy a tárgy objecten belül van egy ilyen Minecraft name tag. Megpróbálom egyszerűen elmagyarázni, tehát hogy a kidobott tárgyak kidobott tárgyaknak az NBT-je így néz ki. Szóval ha a kidobott tárgy egy name tag, akkor azt gyilkolja meg. Aztán a másik tesztelés pedig a játékosokra vonatkozik, itt van, hogy et-a. Ott is szintén NBT-t tesztelünk. Itt van a fekjátó jel az egyenlőség jel után. Ez azt jelenti, hogy ha nem ezzel egyezik az NBT-je, és akkor mi van ide írva, hogy az inventoriában legyen egy name tag, ugye itt van a tárgynak az azonosítója, nem a -106B szloton van. Ez a -106B, ez a bal kéz. Tehát a játékos kezében nincsen name tag, akkor fusson le az új cetlem, amit az előbb mutattam, hogy vegye el, aztán adja hozzá. Ez az, hogy amikor megnyomtam az F betűt tulajdonképpen. Oké, tehát ezzel biztosítom, hogy mindig ott legyen a bal kézben a cetli, ne lehessen onnan elvenni. A következő két parancs arra vonatkozik, hogy hogyan érzékeljük, hogyha használtuk a teknőst. Vagy nem, inkább a name taget, inkább úgy mondom, a name taget használtuk. Ez úgy néz ki, hogy teszteljük a menü hitbox egyet, mármint akinek ez a tagje, emlékeztek, ez kapta a teknős, ez az ő egyedi tege. Tehát ha ezzel a taggel rendelkező entitásnak a neve pont, ugye pontot adtam a name tagnek is, tehát ergo, hogyha ez itt teljesül, akkor használtam az első menüpontot, akkor fusson le a menüpont egy function. Abban most csak egy save van, megmutatom egyébként, csak egy save van, de ugye itt lehetne több parancs is, meg itt lenne a játéknak az előkészítése, vagy az info kiírása, bármi. Ez most csak a példa kedvéért. Ugye ez a kettes, egyébként is ugye pár helyen van csak eltérés. Ha a menü hitbox 2-nek a neve pont, akkor egy másik function futtatok le, ami hozzá tartozik. És akkor az utolsó is egy nagyon fontos parancs. Itt az a lényeg, hogyha a menü taggel rendelkező, emlékeztek az összes menüvel kapcsolatos entitás ezt a menüt kapta. Vagy ezt a taget kapta. Tehát a menü hitbox 1 is, tehát a mindkét teknősen rajta van ez a tag. Tehát bármelyik teknősnek, akkor úgy mondom, a neve az pont, akkor itt lefut egy data parancs, hogy nevezze őket át a semmire. Custom name, és akkor ott tök üres. Hát jó, hát igen, nem tűnik üresnek, mert itt eléggé sok karakter van, de hát ugye játékban így néz ki. Mert ugye régen ez úgy nézett ki, hogy ennyi volt, a maskakörmök közé kellett írni a szöveget. És akkor most már megváltozott a játék, hogy a maskakörmökön belül még kell ilyen jeleket írni. Tehát, hogy is mondjam, csúnyán mondva maskakörmök közé maskakörmöt. Itán jobban látszik. Az olyan, mint amikor a zárójelen belül zárójel van, csak mert ugye ugyanúgy néz ki a nyitó meg a csukó
macska köröm, hívjuk így, ezért van egy ilyen karakter előtte, ez a backslash, fordított per jel. És akkor ez ugye üresen van, tehát hogy tüntess el a pontot tulajdonképpen. És hát igazából ennyi, amit látjátok csak pár parancs, de mondom, be fogom ezt másolni, ott lesz egy link a leírásban, amivel meg tudjátok nyitni, és akkor csak be kell másolni, illetve módosítani kell. Viszont azt nem csináltam meg, ugye itt vannak a teknősök, és van ugye, és hát így ellöknek, mint ahogy ezt az entitások szokták. Hát ha nem akarjátok, hogy így ellökjenek a teknősök, át lehessen menni a menün, akkor vegyetek fel egy csapatot, állítsátok be a... Mindjárt mondom, most így nem tudom, de az lényeg, hogy ne tudjanak ellökni. Hogy van? Team, Modify... Nekem van fölvéve csapat, van egy ilyen No Collision-nek elnevezett, ezt pont emiatt vettem föl. És akkor ott van egy Collision Rule, tehát ez a ellökésnek vagy a lepattanásnak a szabálya, és akkor lehet, hogy mindig, soha más csapatokat tudjon lögdösni, vagy saját csapatát tudja lögdösni, és akkor be lehet... Ja igen. És akkor melyiket választok? Hát nyilván a Never, akkor át tud rajta menni mindig mindenki. És akkor hozzá kell adni igazából a teknősökhöz. Azt még megmutatom, hogyha már ebbe belementem, hogyha felvettétek a csapatot, ott van a kódban ez a csapat, mint ahogy nekem is láttátok, akkor elég annyit csinálni, hogy itt a teknős kódján, itt van az idézés, csináltak egy olyat, hogy team, és akkor ide beírjátok a csapatnak a nevét. Nekem ez a no, sőt, ki is próbálom, hogyha már itt vagyok. Jött, mind a kettőnek bemásoltam, elmentem, vissza a játékban, nyomok egy reloadot. Oké, okay, betöltötte a letepekkeket, és akkor, hát most ugye ezek még olyan teknősök, most van az, hogy ugye lefuttatjuk ezt a kattintható szöveg új menüpontokat, úgy reseteli. Úgy, meg is volt a füst, mert meghaltak, és akkor most már simán átmegyek rajta. Csapatot hozzáadni meg, jó, azt még nem mondtam, azt is megmutatom, team, add, adtok neki valami nevet, nekem így ez a no colli Sion volt, de most úgyse fogadná el, mondjuk legyen az, hogy csoport. Ja, még lehet neki nevet adni. Hát ha nem akartok, akkor maradhat így. És akkor most van egy csapat. Aztán team, modify, csapat, collision rule, never. Így hozzáadtam, és akkor most írhatom a teambe azt is, hogy csapat, ugyanúgy ugye azon a csapaton is rajta van, hogy ne lögdösödj. Ne lögdösödhessenek a teknősök. Ó, igen, és még egy dolog, hát ugye nyilván nem akarja senki, hogy a pályáján a játékos kezében ott legyen a name tag, illetve hogy látszódjon, ez ugye egy resource pack-kel lehet kitörölni. Csináltok a pályához egy resource pack-et, és abban a name tagnek a textúráját kitörlitek, vagy módosítjátok a modellt, hogy egy átlátszó modell töltsön be, mondjuk nyilván ugye egyszerűbb, hogyha a textúrát törlitek ki, lecserélitek egy olyan képre, ami teljesen átlátszó. Hát köszönöm, hogy megnéztétek, remélem hasznos volt, fogjátok használni. Igen, hozzászólásban lehet még írni módszereket, ötleteket, ki mit szokott használni. Nyugodtan lehet rá azt mondani, hogy jobb, nincsen köztük jobb igazából, kinek melyik a kényelmesebb. Én szerintem ez egy egész jó módszer, mert mint ahogy mondtam, a teknősnek a hitboxa hasonló lapos, meg széles, mint a szövegnek a kiírása. Egyébként hát természetesen nem fedi a teljes szöveget, tehát ha itt kattingatok, itt már nem érzékeli. Hopp, itt már érzékeli. Itt nem. Meg úgy, hogy fölfelé is. Még itt is érzékeli, pedig már nem a szövegen vagyok. Tehát ugye nem tökéletesen fedi a kettő egymást, de azért közel vannak egymáshoz. Hát lehet kísérletezni. Mi az, ami még jobban hasonlít egy ilyen széles szöveghez. Szóval még egyszer köszönöm a megtekintést, remélem használni fogjátok, és a kézikönyv óvjon.